Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta. Istenem, akár csak az anyja. Nagypapa azt mondta. Az ördögbe is. Szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta. A megszólalásig szegény Jolán. Apukám azt mondta. Mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta. Azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Az ember csak saját magának gyűjtögetheti a saját emlékeit, hiszen ahogy végignézem a nagyszüleim képeit, leveleit, hát rengeteg mindenkiről azt se tudom, hogy ki volt. Anyám igencsak előrelátóan még a fényképeknek a hátára írta legalább azt, hogy Amálka néni. Most én nem tudom, hogy ki az az Amálka néni, de legalább ott van a neve, és akkor tudom, hogy az Amálka néni. De én már nem voltam ilyen rendes, és a saját életem régi fényképei közül már sajnos van, akire egyszerűen nem emlékszem, hogy én ezt most miért lettem, mert tényleg van ismerős, de hogy ez hol volt, meg mikor volt. Nem tudom, hogy én megélem-e azt a kort, amikor már időm és energiám lesz arra, hogy csak emlékezzem. Ki tudja, majd meglátjuk. Mindenestre engem végtelenül megindít és felzaklat, és boldoggá tesz és elszomorít, hogyha úgy kiöntök egy fióknyi fényképet. Most is itt történt. Nem értettem, hogy az egyik nagymama az apukám anyukája, a másik nagymama pedig az anyukám anyukája.
Amíg kicsi voltam, nem értettem, hogy az egyik nagypapa az apukám apukája, a másik nagypapa pedig az anyukám apukája. Amióta nagy vagyok, tudom, hogy kikinek az anyukája, és kikinek az apukája, és kikinek a gyereke. De Micike a testvérem még kicsi, és nem tudja, pedig igazán egyszerű. Mondtam is Micikének, akár hiszed, akár nem, apu az egyik nagymama és nagypapa fia, anyu pedig a másik nagymama és nagypapa lánya. Ugyan már! Anyu az anyu, és apu az apu. Akár hiszed, akár nem, anyu és apu, sőt nagymama és nagypapa, és nem csak ők, hanem minden felnőtt gyerek volt egyszer, még a legöregebb is. Az lehet, hogy apu és anyu gyerek volt egyszer, és még az is lehet, hogy nagymama és nagypapa, az egyik is meg a másik is gyerek volt egyszer, de tudd meg, hogy se Margit néniről, se Elemér bácsiról, se a szomszéd néniről nem hiszem el. Azt csak úgy mondod. Hogy én ismertem Móra Ferencet, igen ismer. A Móra Ferenc az hozzánk járt vásárolni könyveket, gondolom ezen kívül papírt és írószert is, de erre nem figyeltem, és én ott ültem a nagymamám mellett a kassa abban az időben, ugye a pénztárgép az egy ilyen kis emelvényen volt a legtöbb üzletben, és amellett volt nekem egy kis sámlim, és én ott ültem, és akkor a nagymamám figyelmeztetett engem, hogy Évikém, figyeld meg ezt a bácsit, amúgy is megfigyeltem, mert egy ilyen borzasztó barátságos, de ilyen teljesen paposan öltözködő, szóval hófehér haja volt, nagyon barátságos, világos, gondolom, kék szem, erre nem emlékszem pontosan, és mindig ilyen magas, fehér gallérja volt, és szóval ilyen papos civilbe járt, és majdnem bokáig érő fekete felöltője volt, szóval egy nagyon figyelemre méltó jelenség volt, tehát úgyis megfigyeltem, és akkor a nagymamám mondta, hogy azért figyeld meg, mert ő Móra Ferenc, és egy nagyon híres, nagy író, és te még valaha nagyon-nagyon büszke leszel arra, hogy ismerted, hadd beszélve arról, hogy Móra Ferenc hányszor engem ott talált, akkor megsimogatta a buksi fejemet bizony. Mercedes, aki barátom, munkatársam, bizalmasom, minden sikerem és kudarcom részese, felnőtt életem tanulja. Mercedes a szépséges türingiai erdő kellős közepén Cella Mechlisben látta meg a napvilágot, ha igaz, 1540 évvel. Származása, születési helye kissé megkopott aranybetűkkel, a hátán díszereg. Életkora azonban nem dokumentálható pontosan. Anyám úgy emlékezett, hogy 1930-ban kapta, amikor gépelni tanult. Mercedes korának egyik technikai csodája lehetett. Az ormótlan, nehéz, emeletes írógépek korszakában, kecses alakjával, elegáns fekete bőrtokjával a jövőt vetítette csodálói elé. Képes könyvekről álmodoztam, mertem nagyot álmodni, hogy hát ha sikerül nekem olyan képes könyvet írnom, amiben az illusztrációnak és a szövegnek egyforma fontos szerepe van, tehát nem úgy, hogy egy oldal illusztráció, vagy fél oldal illusztráció, fél oldal szöveg, hanem úgy egybe segítik egymást, hogy itt most szavakkal, ott most képekbe. Na és ezt próbáltam én ezzel a te is tudoddal megvalósítani. Réber Lászlót hogy találta meg? Nem én találtam meg, bár én találtam volna, de büszke lennék a kiadó, szóval akkori szerkesztőm Téa Szódi Éva, hát ez életemnek egyik legnagyobb szerencséje, áldása, szóval hát el se tudom képzelni, már én se a könyveimet. Bertalan és Barnabás mégsem volt boldog.
Mert mit ért a sok ajándék, amikor őket, kettőjüket folyton összetévesztették egymással? Előfordult, hogy Borbála néni Barnabásnak kétszer adott ebédet, Bertalannak pedig egyszer sem. Előfordult, hogy Boldizsár bácsi elvitte őket sétálni az erdőbe, és hazafelé jövet nem vette észre, hogy Barnabás eltűnt, mert Bertalan hol a jobb oldalán, hol a bal oldalán szaladt mellette. Előfordult, hogy Bertalan kikéreckedett este a szobából, és Barnabást engedték ki helyette, akinek pedig semmi dolga sem volt odakint. Nem volt ez így sehogy sem jól. Bertalan a szoba egyik sarkában búsult, Barnabás a másikban. Borbála nénit is bántott, hogy folyton összecseréli a dakszlikat. Addig törte a fejét, amíg eszébe nem jutott valami. Elővett a fiókból két gyönyörű sejemszallagot, egy kéket meg egy pirosat, és mindkettőt megmutatta a dakszlikreknek. Bertalan a kék, Barnabás pedig a piros szalagot választotta, mert azonnal megértették, hogy miről van szó. Az akkori mai gyerekeket igyekeztem jól megismerni, nagyon sokat jártam gyerekek közé, és hát persze segítségemre volt saját fiam is. Mikor a fiam kamasz volt, és ez az egyetlen könyvem, amit egész biztos, hogyha én szülőként és ő kamaszként nem együtt, hát szenvedjük végig a kamaszkor hányattatásait, buktatóit, nem tudom én milyeit, akkor biztos, hogy én ezt nem tudtam volna megírni. Fogtam a magnót, hogy elmenjek egy barátomhoz. Anya örült ugyan, hogy végre kimozdulok, és nem ülök itthon görbehátal a rossz levegőben, de tudni akarta a barátom nevét, címét, tanulmányi átlagát és a papája foglalkozását. Mert őt ugyan nem érdekli, hogy ki kinek a fia, de azt előre megmondja, hogy nem viszem azt a magnót sehova, mert nem azért vették nekem drága pénzen, hogy más elrontsa neki. Ez azért van, mert egyszer a Blazsek elvitte a magnót, ami véletlenül éppen akkor romlott el. Apukám akkor is mondta, hogy... Tudtam, előre megmondhattam volna. Mert a felnőttek mindent előre tudnak. Eszemből egy nagyon szép később megismertem Szőke tanárnő, gimnáziumi tanárnő, Bronya volt a keresztneve, és Vizentál volt a vezeték neve. Az Magyarországra jött ilyen lovasiskolába, a Hortobágyra lovagolni tanulni, ahol is egy ilyen derék, ibusz, csikós, hát magyarországi német, hát tanító mestere volt, és azt tanította őt lovagolni. És a derék ibusz csikost is megismertem később, mert ő is itt meséket, és ezt később elküldte nekem a kiadóba. Valami rokon szemszövődhetett a szép hölgy és a daliás csikos között, aki egyébként azt hiszem pedagógus volt. És a csikos az bement Debrecenbe, és megvette az egyik könyvesboltba, ha én felnőtt volnék ott, mert igen, jó pedagógiai érzékkel úgy gondolta, hogy ez olyan rövid szöveg, és hát ebből lehet nyelvet tanítani. Egyébként teljesen igaza van, mert ezt már azóta másoktól is sokszor hallottam. És akkor kivitte a Bronyának oda Hortobágyra, ha én felnőtt volnék ott, és akkor gondolom, hogy két lovaglás között, amikor az árnyékba húzódtak a reketyésbe, akkor... Hát ha én felnőtt volnék, ott fordítgatta neki. Úgyhogy mire Bronya hazament, én nem tudom, hogy lovagolni megtanult-e, de ha én felnőtt volnék, ott azt kívülről tudta magyarul németül. És tekintve, hogy az ő barátaik akkor alapítottak egy fiatal házas pár, a
Essenhez nagyon közeli Mülheim am Ruhrba egy könyvkiadót a házuk garázsába. A Bronya fölhívta őket, és mondta, hogy ide figyeljetek, egy olyan jópofa magyar könyvet hoztam, nem érdekel benneteket? Aztán dehogy nem. Na, Bronya le tudta fordítani már úgy, hogy el tudta mondani, hogy németül ez hogy van. És akkor a ifjú azóta hát nevessé vált Gerold Heinrich Verlag. Annyira fogalma nem volt, hogy van ez, hogy írt egy olyan levelet, hogy Frau Eva Janikowski, Magyarország Kossuth nyomda. Ez volt a címzés. Hát nem tudom, hogy nem keveselte-e, hogy hívják ott. Megkaptam előbb-utóbb. És hát akkor jogot kért, és hát így került végül is a ha én felnőtt volnék, hát persze nem a Bronya fordításában, és abban az évben megnyerte a Deutsche Jugendbuch Preist, ami hát így nem hiszem, hogy bárkinek bármit mond, de hát ez Németországban az állami gyerekkönyvdíj volt, és ebbe a kategóriába én és természetesen Réber László kaptuk meg, hát ami felfoghatatlan volt, hihetetlen volt, nem is akartam elhinni. Ébresztő. Jó reggel, drágám! Vigyázz, mert kihozol a sodromból! Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. De mindig későn szól, mert olyankor már kint van. Már aggódtam, hogy ugyan hol késik ez az ember. Te 6 óra. Pontosan 6 óra. Amikor elmész, akkor nyitok, amikor megjön, zárok. Hozzád órát lehet igazítani, Poldikám. Én már csak azt mondom, mindenütt jó, de a legjobb itthon. Csak az a szép zöld gyep, az nagyon fog nekem hiányozni, a gyep. Holnap.